Az év szekszárdi tűzoltója díjat veszi át Győri Lajos Ács Rezsőtől, a város polgármesterétől. Győri Lajos 30 éve szolgált tűzoltóként, 1990-ben vonulós sofőrként kezdte, 2017 óta pedig a szekszárdi hivatásos tűzoltóság parancsnoka. Szeretném megköszönni mindazok személyeknek, akik erre a nemes kitüntetésre javasoltak, és elsősorban szeretném mindazon személyeknek megköszönni, akik a pályafutásom alatt segítették a munkámat, mert igazából ez nem egy ember érdeme, a tűzoltói testületnél nem egy ember vívja ki a sikert, hanem ez egy csapatmunka. Az év szekszárdi tűzoltója díjat minden évben átadják a városban. A díjazott személyére a hivatásos tűzoltók tesznek javaslatot a város polgármesterének. Ács Rezső azt mondja, az önkormányzat és a helyi tűzoltóság között az elmúlt évek alatt jó kapcsolat és folyamatos együttműködés alakult ki. A következő nagy projektünk lesz a laktanyának a felújítása, közösen a tűzoltósággal, pályázati pénzből, városi pénzből. Az állam pedig a technikai fejlesztéseket folyamatosan biztosítja. Tehát minden együtt áll ahhoz, hogy a szekszárdiak nyugodtan hajtsák álomra a fejüket, és biztosak legyenek abban, hogy minden megtettünk annak érdekében, hogy ha ne találtam valami baj történik, akkor felkészültek, legyünk rá. Szekszárdon nem csak a tűzoltók szolgálatát ismeri el, minden évben a város önkormányzata. Május első hetében az év szekszárdi rendőre díjakat is átadták. Azt az elismerést idén ketten vehették át Ács Rezső polgármestertől.